Terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunk vendége ma Görgényi Balázs, aki nem is tudom, hogy miként kerüljön bemutatásra nézőinknek. Terézvárosban a Derkovics Gyula Általános Iskolának a portása. Mondhatnám, hogy most a foglalkozása. Én viszont 30 évre visszamenőleg ismerem, mint táncdalénekest, illetve mint balett-táncművészt. Szeretettel köszöntelek. Szervusz, Lilla. Szeretettel köszöntöm a nézőket, azokon belül is a terézvárosiakat. Mivel terézvárosi lakos vagyok, így itthon érzem magam, és köszöntök mindenkit szeretettel, és köszönöm a meghívást. Azt nem tudtam, hogy hosszú időkre visszamenőleg, mióta Pesten vagy, ezt a kerületet választottad, és itt élsz. Miért? Rokoni szálak édesanyám révén, édesanyám nagymamám lakott itt Budapesten, és Felserdős utcában a Honvédség hozott fel végül is, mert itt voltam katona, a Dózsa György út Leel utca sarkán, ott főztem a kávét a tiszti kantinban, nagyon én operett katona voltam, de végül is ez közel is volt, és volt annyi lezserség és lazaság, hogy én egy civil ruhát is felvettem, de katonarába jártam be nagymamától, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor nagymamánál maradok, mert nekem ez annyira megtetszett, és nagy lehetőségeket láttam. Hát azt hiszem, hogy tulajdonképpen utána a fél életedet tényleg itt töltötted, hiszen nem olyan régen volt a Béke Orfeumnak a 30 éves nagy jubileumi találkozója, hiszen ugye régen itt hihetetlen errevű világ és művészeti élet zajlott ezen a környéken, és te is valaha a Revue Orfeumnak voltál a művésze. Ott táncosként, vagy táncdalénekesként tevékenykedtél? Táncosként kezdtem, és utána egy-két szám erejéig belefolytam az éneklésbe. Régen revütáncosi működés engedélyt szereztem még 1983-ban. Jeszenszky mesternek voltam a tanítványa, és életre nevelt az iskola, és egy magabiztosságot, egy fellépést adott, tehát egy jó megjelenésű fellépést kölcsönzött egy az embernek. Aztán rájöttem, hogy ez úgy kevés. Tehát valahogy szeretnék még több lenni, még jobban, és mindig is vonzott az éneklés, és egész kiskorom óta, ha beültettek az autóba, én voltam a táskarádiót, rögtön elkezdtem énekelni. És gondoltam, hogy milyen jó pofa dolog lenne, hogy a tánc mellett az éneklést is. És aztán elvégeztem a Tánzal stúdiót, úgyhogy... Kik voltak ott a mestereid? A Tánzal stúdióban? Igen. Sik Olga volt a hangképzőtanárnőm, Falvai Vera volt a korepetitorom, majd idővel a Kósa Zsuzsa, és utoljára a... Egyik tényleg igen, egy jobb, mint a másik. Igen, a Garai Attilát. Igen, drága Garai Attila is volt. Azt hiszem, hogy talán már egyik sincsen közöttünk, sajnos, ezek közül a vesztelek közül, de tényleg egy életre szóló nevelést biztosítottak. Most tulajdonképpen egy kis előzmény is azzal kezdtem, hogy a Derkovicsnak vagy a portása. És nekem eszembe jutott, hogy mesélted ezeket a dolgokat, hogy vajon tudják-e rólad a szülők és a gyerekek, hogy neked milyen a fiatalkori lényed és életed, és eszembe jutott egy történet, hogy ugye én is énekeltem, és aztán tanítottam. Aztán megint énekeltem, és akkor megint tanítottam, és két ilyen éneklés vagy tanítás közötti időszak után visszamentem, abba az iskolában voltam iskola igazgató helyettesnek, és pont akkor jelent meg rólam egy nagy cikk vizével, címlappal, mindennel az ég adta világon, hogy az iskola igazgató az éjszakából. És állati nagy port vert föl, mert ugye, milyenek a címlapok, igen. Milyenek a címlapok, hát valami olyan cikket vagy címet kellett adni, ami ugye fölkorbácsolja a fantáziát. Viszont hála Istennek a szülők nagyon jól tudták, hogy én mivel is foglalkoztam, ugye egyes sanzonokat, műzikeleket énekeltem, tehát nem csináltak belőle problémát. Nálad az, hogy te előadó művész voltál, jelentette problémát az iskolai, úgymond karrieredben? Abszolút nem. Hogy kerültél oda? Az az igazság, hogy a szülők, a gyerekek nem igazán, én ezt nem vertem nagy dobra. Tehát mondtam, hogy ez nem publikus dolog, nekem ez egy kellemes emlék, a múlt. Aztán... Hát két hivatás, két nagyon kemény, nagyon jó hivatás, az biztos, ami hamar véget szokott érni. Igen, így van. Mindaddig maradt ez titokban, míg az első alapítványi bálon fel nem kértek.
a vezetőség, mert ők tudták, ismerték a múltamat, hogy mi lenne, hogyha milyen jó pofa lenne, hogy az alapítványi bálon te és az együttesed zenekarod jönnének, aha, és csinálnak a műsort. És boldogan vállaltam, egy lehetőség ez is, és a szülők, ahogy elkezdődött a műsor, dermedt csend, és néztek rá, mondom, hogy Jézusom, ennyire rossz vagyok, vagy valami nincs rajtam velem benne. Mindenkinek leesett az álla, hogy a portás, hát ő a Balázs, a portás. Hát ez ugyanaz az ember? És akkor jött a szóbeszéd, Jézusom, ez milyen iskola lehet, hogyha már a portás ilyen nagy sztár, ilyen előadó művész. Na és akkor így az volt a minden alapítványi bál, ami tavasszal kerül megrendezése, vagy nyár elején, mi adjuk a műsort, és én énekelek. Emellett még szoktál fellépni egyébként? Hébe-hóba, igen, sajnos egyre kevesebb a felkérés. Egy az, hogy talán kevesebb, nem az, hogy nem lenne rá igény. Na mindegy, ebben nem folyunk bele. Olyan havi egy-két alkalommal még van felkérés. Hát az azért teljesen rendben van. Igen, meg legalább karban. Legalább karban. Az pont arra elég, van, hogy ne essek ki a ritmusból. Meg a lelkednek. Meg a lelkemnek, így van. Érdekes a kapcsolatod a gyerekekkel és a diákokkal, de gondolom a tanárokkal is. Az, hogy valaki az iskolának a portása, azt szoktuk mondani nagyon sok esetben, hogy a portás maga az igazgató, mert mindent. Tud az ég adta világon, és hogyha jól látja a feladatát, akkor helyre is rak mindent. Hogy működik ez nálatok? Nálunk ragyogóan működik. Mindenki hozzám jön, kezdve a gyerektől, a szülőtől, a nevelőtől, a tanárig, mindenki jön, és informálódik, hogy mi a szülőknek a hozzáállása, mi a gyerekek hozzáállása, mi a vélemény, te hallod, te látod, nálad csapódik le minden, és bizonyám, hogy nagyon, nagyon sok esetben... Diplomáciai érzékkel kellettek. Nagyon nagy diplomáciai érzékkel hozzá, de ez nagyon jól működik nálunk, és nagyon szeretem a gyerekeket, a szülőket, nagyon érzem ott magam, tényleg a kollégákat, a tantestület, minden tagját nagyon kedvelek, és úgy érzem, hogy ez... De egyébként tényleg hogy kerültél oda? Ja, ez egy másik érdekes dolog. Amikor vége lett a pályafutásomnak ugye az éjszakában, akkor hát ezt nem akartam elhinni, hogy zárnak be egymás után ezek a műsoros éjszakai szórakozók. Ez sincs, az sincs, ama sincs. Ami maradt, az itt tudom én, tehát úgy szövevényes más volt. Más lett a stílus, igen. Na, tehát ez az a fajta revűvilág az elment nyugdíjba. Szóval egyik napra a másikra, hogy megszűnt, egyszer nem tudtam mit kezelni magammal, és az autómat féltve beálltam az iskola udvarba, és bementem az igazgatóhoz, és megkérdeztem tőle, hogy ne haragudjon, de itt lakom a szomszédba, nem találom biztonságosnak ezt a környéket, beállhatnék a kocsival. Mire a válasz, hogy hát ide csak azok állnak be, akik itt dolgoznak. Csak én tettem egy olyan kijelentést, hogy hát zakson! Hát csak ekkor kérek én is egy pozíciót, vagy valamit, és szívesen vállalom, hogy a kocsimben állhasson. És rá egy hét, talán annyi se telt el, utazok le Debrecenbe a szüleimhez, és az Intercity-n megszólal a telefonom, hogy lenne egy állás, elvállalom-e, mint portás. Hát ez nagyon jó. Na, mikor kezdhetek? Hát azt mondja, most hétfőn beállhat. Így kerültem oda. Ez annyira édes a történet nagyon. Egyébként. Tényleg nagyon igen, jó. Tényleg igen. Nagyon jó. Egyébként a világ legjobb dolga, hogyha a szomszéd van, vagy nagyon közel a lakóhelyhez van az embernek az állása, igen, mert a fél életünket sokszor elutazzuk, és ez egy felesleges idő. Viszont megvan a hátránya is, mert bármi van, egy perc alatt elérnek. Igen, tényleg. Berántanak. Igen, nem, igen, ez nem igen. Probléma. De hát ezt gondolom, hogy egyáltalán nem probléma. Különleges a kapcsolatod a gyerekekkel, nem csak igen, azért, mert mindent tudsz róluk, és mindent látsz, és te vagy mindenkinek a szeme és a füle, hanem azért is, mert nagyon nagy bizalommal fordulnak hozzád. Ha jól tudom, akkor mindenki tegez. Így van, pontosan. Miért vezetted ezt be? Nem tudom, valahogy nekem a magázódás egy olyan távolságtartó dolog, és ezt a sok értelmes, aranyos, kedves kis arcot, kis ártatlan emberkéket. Én annyira közelének éreztem magamnak, hogy mondtam, hogy gyerekek, hát én nem Balázs, jó Balázs bácsi, de nyugodtan tegezzetek, mert gondolom ez nektek is jobb, így több mindent, információt tudunk így cserélni egymással, közvetlenebb lenne a kapcsolatunk. Uh-huh. És akkor a gyerekek az első pillanattól úgy érezték, hogy én vagyok a lelki társuk, és bizonyán mindenki jóformán tegez.
az iskolába. Na most ennek van egy olyan hátulütője, hogy néha egy kicsit elszalad velük aló, és akkor azt mondom, na, akkor holnaptól te csókolommal fogsz köszönni, és újra megállzódunk. Na hát ezt nem tudják elviselni, a kis szívük, lelkük ezt nem bírják. Úgy egy-két nap után jönnek bocsánatot kérni, és ugyanúgy maradjon minden a régébe, és Balázs, akkor nem fogok visszajönni többet a bizalmaddal. Úgyhogy ez így alakult. Kedves történet. Kedves kis történet. Hány éve vagy a Derkovicsban? 2001. 2001 az 14 év, tehát jövőre jubilálni fogsz. Igen. Elég sok minden történt azóta. A mi életünkben is, és az iskola életében Igen. is. Változnak-e a gyerekek? Ezt nagyon sokszor megkérdezem a pedagógusoktól, de egy kicsit más szemmel nézed őket. Igen, igen. Igen, változnak. Feltétlenül mindenképpen azt lehet mondani, hogy változnak a gyerekek. Sajnos nem mindig előnyükre. Az az igazság, hogy talán a külvilág, tehát a külső benyomások, ahogy érik őket, rögtön le lehet venni róluk, hogy este milyen filmet néztél, mikor feküdtél le, milyen társaságban vagy, a szabadjárása, a szóbeszéd, vagy a kapcsolattartás, hogy alakul. Mindet le lehet venni, rögtön érezhető ez a gyereken, és ez bizony nem mindig pozitív. Uh-huh. Úgyhogy sajnálom, hogy néha bizony rájuk kell szólni, hogy te ezt a szót, ha még egyszer kiejted a szádon, gyökérkefével mosom ki. És akkor igen. Kis finoman, megrendszabályozod őket. Mennyire van rálátásod az utcára, az utca fegyelmére, esetleg azokra a problémákra, amelyek sok iskola környékén előkerülnek? Most itt kimondottan a drogra gondoltam. Igen, tehát igen. Van-e valami olyan rátekintés, hogy mondjuk a Derkovicsnak a környékét megkörnyékezték-e? Hála Istennek nem tapasztaltam ilyet. Nem tapasztaltam. Elég sokat járok ki, mert nem tudok én ugye egy helybe ülni a fülkébe, és sokat járok ki az utcára, és figyelem az embereket, uh-huh. a környéket. Nem, tényleg tehát nem tapasztaltam. Tehát akkor ez egy biztonságos övezet. Igen, úgy néz ki, hogy ez egy, le is kopogom, ez egy biztonságos környék. Igen. Igen. És a gyerekek, igaz, hogy régebben sokkal a szülők is lazábban vették, hogy már az alsó tagozatosok is beírták, hogy mehet haza egyedül, persze, uh-huh. aki a környéken lakik. Ma se változott a helyzet, legfeljebb annyit, hogy megkér a szülő, hogy amikor útjára engedem, tehát bemutatja nekem, hogy igen, én hazamehetek egyedül, akkor kikísérem a kapuig, és nézem utána, ameddig uh-huh. látom, hogy nem tapad-e rá valaki a gyerek. Ez nem tartozik a munkaköri kötelességhez? Nem, de nekem ez annyira önállóan, annyira természetből uh-huh. jövő, hogy mint a sajátom lenne, tehát én is, te uh-huh. is gyereked után nézel, hogy... Igen. Hülyén hangzik, de nézzünk egy munkaköri leírást. Nézzünk egy munkaköri leírást. Amit saját magadnak gyártottál. Munkaköri leírás, amit magamnak gyártott. Hát van nekem egy hivatalos. Nem az érdekes, az nem érdekes. Munkaköri leírás. Na, hát ez jó megfogtalak. Jó megfogtal. Nem, érted? Most... Én szerintem, ugye egy portásnak az a feladat, hogy reggel odafigyeljen arra, hogy mit tudom Igen. én, kit enged be, kit enged Igen. ki, mikor, hogy. Mondjuk én ezt sem tudtam, hogy neked ellenőrizni kell, hogy a gyerek kimehet-e az iskolából. Így van, pontosan. Tehát, ugye, mert annak idején a tanítónénének a feladata volt, ugye, és elengedhette, tehát már ott a portáson, igen, szóltam magára. Ez egy két zsilipes dolog, a tanítónéni, Aha. hogyha el is engedi, nekem is kell egy hozzájárulás, hogy kilépjen az utcára. Ez egy nagyon jó dolog. Nem tudom, nem vagyok benne biztos. De ez biztos. Egy hihetetlen jó dolog. De ez egy nagyon jó dolog, kiátszani. Sőt, regisztrálnunk kell, hogy mikor ment ki a gyerek, hogy milyen indokkal, visszajön-e, nem jön, Aha. hova ment, úgyhogy ezt mi írjuk, és le van rögzítve a belépés-kilépés. Tehát ez egy elsőköri, munkaköri feladat, hogy a gyerekről tudjunk, hogy ha érkezik, ha elmegy, mikor jön, mikor megy, és hova megy. Ez persze természetesen nem a 8 órai érkezésről, illetve akkor, amikor az osztályt kiengedik, hanem akkor, amikor önállóan valaki el szeretne Igen, menni. Igen, így van, Igen. így van, pontosan. Igen, Igen ez így van. És hát mi van még, ami úgy munkakörül leírás? Hát normális, kulturált viselkedés, haj, beszéd, hát ez alapkövetelmény, de hát ezt nem is kell mondani, mert tényleg nevelőoktató célzattal csak a jó, csak a szépet adhatjuk a gyereknek, de hát ez, uh-huh.
Nincs is benne. Mennyire vagy ezermester típus? Ezermester? Hú, hát nem igazán. Nem igazán vagyok annyira tehát gyakorlati akkor... ember. A művészek általában talán inkább azok inkább kicsit el vannak szállva. De amit szeretek csinálni, azt maximálisan gyakorlom és próbálom kivitelezni. Gondolom, hogy élet hosszig tartó kapcsolatot kötöttél Terézvárossal. Mennyire folysz be most az iskolán kívül a kerületnek az életébe? Például ezt szoktál eljárni a Hunyadi téri koncertekre. Hunyadi téri koncertre, megmondom, hogy a Radics Gigi, amikor volt, én imádom, annyira szeretem a helyes, bajos, tehetséges és előadó művész. Azon az egy koncerten voltam, azóta nem, valahogy nem tudom. Pedig nagyon jó. Biztos, hogy nagyon jó, de megmondom neked őszintén, hogy még egy nyilvános szórakozó érese járok el egy nagyobb koncertre, egy fizetős koncertre. Akkor mit csinálsz? Mit csinálok a szabadidőben? A szabadidőmben. Rengeteget túrázok, nagyon aha, szeretem a természetet, a friss levegőt, a napot, akkor úszni járok. Most elterveztem, hogy egy kis testépítés, kis kondijavítás. El lehet árulni, hogy hány éves vagy? El, persze. 60 éves vagyok. Na, csak azért tartottam fontosnak, ugye, mert igen, 60 évesen lehet így is kinézni, meg lehet úgy is kinézni, tehát kérem szépen, 60 éves férfiak sokszor már keresztvizet húzzák magukra, hogy a édes Istenem, itt van a világ vége, hát nincs. Hát nincs, igen, én is megvetem azokat, akik a koruk előre haladtával elengedik magukat, tehát nincs, nem, szóval ez nem szabad, nem szabad, és erre én mindig is nagy hangsúlyt fordítottam, öltözködés, kinézett, testfelépítés. Egész más. Nem hiszem el, hogy egy ilyen pocakos, trottyos, akárki jól érzi magát a bőrébe, meg hát meg hát egyáltalán. Meg hát milyen egyáltalán példát mutatnál akkor az iskolában? Pontosan. Most jó, hogy mondtad, mert a gyerekek sokszor megdicsérnek, hogy általában úgy szeretek változtatni, nem szeretem, hogy megunnak engem, meg magamat sem. Tükörben nézek, mindig valami újat kitalálok. Hol a fodrász vagy frizura, hol a szakál kinézett, bajusz vagy egyéb szemüveg, kontaktlencse, váltogatom, mert már úgy ne unjanak meg. És a gyerekek észreveszik, és azt mondják, hogy Balázs, de te neked 1000 arcod van. Igen, imádom őket. És a szülők is nagyon-nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Hát szívből örülök neki. Kedves nézőink, azt hiszem, hogy egy terézvárosi színfolttal ismerkedhettek meg, aki életművész lehet azt mondani, hiszen kétféle szakágban is művészként tevékenykedett, mint tánzalénekes, mint pedig jazz, balett, illetve balettművész, jelen pillanat pedig a Derkovicsnak a portása, 60 évesen, jó kondiba, példát mutatva él a gyerekek között. Köszönöm szépen, hogy nagyon vendégünk szépen voltál. Köszönöm. Kedves nézőink, ennyi volt most az élő része a műsorunknak, de ne menjenek el, mert mindjárt következik az Ez történt a héten című összeállításunk ismétlése. Én egy hét múlva várom ismét önöket, viszontlátásra!